már nyolcadik alkalommal rendezte meg a naplemente nyugdíjas klubba megyei sakversenyét. Idén mintegy húsz fő vett részt a megméretetésen. Horváth polgármester nyitotta meg a rendezvényt, amelyen a versenyzők hét fordulót játszottak. Az egyéni és a csapat teljesítményt is díjazták. Tavaly más megyéből is voltak, meg az idén egy kicsit többre számítottunk, de azért így is összejöttünk 18-an. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy négy csapat és egy csonka csapat. A legjobbak pedig tovább jutottak az országos döntőbe. Sánta Gyula azt mondja, Heves megyét általában két csapat szokta képviselni. Tavaly a második helyet sikerült megszerezniük.